A parlagfű szezon augusztus elejétől egészen az első fagyokig tart, a pollen koncentráció pedig jellemzően szeptember közepén a legmagasabb. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal ebben az időszakban minden évben végez parlagfű felderítést, szárazföldön ez júliustól folyamatos, légi felderítésre azonban csak időszakosan van lehetőség. Alig több mint egy hónappal ezelőtt már körbejárta a megyét egy rendőrségi helikopter, ezúttal pedig repülőgép segítségét is igénybe vehették a szakemberek. A teljes megyét érinti ez, azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 200 ügyfelet ellenőrzünk csak a mai nap folyamán. Azt kell tudni, hogy a teljes megye berepülésre kerül. Az idén annyival különlegesebb a felderítési módszerünk, hogy a tavalyi évben bevetett drónok, illetve a minden évben most már jellemző helikopteres felderítés mellett most már magánrepülőgépet is igénybe tudunk venni. Fontos tudni, hogy a földbirtokkal rendelkezők kötelesek mindent megtenni a virágzás megakadályozásáért és a parlagfű tömeges elterjedéséért. Ellenkező esetben igen komoly növényvédelmi bírság és eljárási költség szabható ki. A fertőzött terület nagyságától és a fertőzés mértékétől függően ez 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Az elmúlt évekhez képest eddig többek között az időjárásnak is köszönhetően kevesebb szankciót kellett kiróni. Tavasszal az aszály miatt a gyomnövények is viszonylag lassan, nehézkesen, vontatottan keltek. Aztán a magas csapadék az kedvezett a kultúrnövényeknek és a gyomnövényeknek, ezen belül a parlagfűnek is. Viszont a gyomírtó hatások, a talajon keresztül ható gyomírtószereknek a hatásai azok most úgy tűnik, hogy kedvezőbbek voltak, tehát jobb hatásúak voltak, mint az elmúlt években. A régióra jellemző homokos talaj miatt egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye évről évre az egyik legfertőzöttebb területe az országnak, különösen igaz ez Mátészalka, Nyírbátor és Balkány térségére. A szakemberek hangsúlyozták, a kiróható bírság nagysága miatt a gazdák évről évre figyelmesebbek, de nagy szerepe van a terület csökkenésében a különböző figyelemfelkeltő egészségügyi programoknak is.